Egy gyönyörű szép traktort sikerült vásárolnunk a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően. Egy olyan traktort, amit olyan eszközökkel szerelhettünk fel, amik a falu életében nagyon nagy segítséget nyújtanak a dolgozóinknak. Egy homlokrakodót helyeztünk el a traktoron, amivel kisebb-nagyobb földmunkákat, követ és egyéb dolgokat tudunk rakodni, illetve a hátuljára egy árokásó kanalat kaptunk. A településünkön jelentős probléma a csapadékvíz elvezetés, illetve az elhanyagolt árkoknak a tisztítása, ezt ezzel a traktorral nagy részt meg fogjuk tudni oldani. A traktorhoz még sikeresen pályáztunk egy utánfutóra, ami egy tonnás utánfutó, egy oldalra billencses, ezzel is jelentősen megkönnyíti a dolgozóink munkáját, illetve sokkal több feladatot fogunk tudni ellátni. Ez 7,5 millió forint, majdnem 7 498 000 forintba került. Ez volt a maximum támogatási lehetőség a Magyar Falu Program keretében. A vállalkozó, aki szintén tarján és lokálpatriótaként még hozzáadott, hogy még jobban tudjunk dolgozni egy raklapvillát, illetve egy rézsű kanalat, amivel még ügyesebben fogunk tudni dolgozni. Kormányzati támogatás keretében a járás minden települése kapott 2250 maszkot a védekezésre, mert azért elhúzódik a járvány, és ezt tudtuk így biztosítani karácsony előtt minden önkormányzatunk számára. Minden segítséget nagyon értékelünk, az az igazság. Nagy valószínűséggel a maszkoknak egyébként egy részét azt a lakosoknak fogjuk szétosztani, a másik részét pedig közintézményeinknek, illetve a dolgozóinknak fogjuk osztani. Mint mondtam, a védekezésben minden segítség nagyon értékelünk, és sokat számít. Én úgy érzem, hogy Magyar Falu Programban, meg egyébként egyéb pályázati forrásokban is bővelkedtünk, nagyon meg vagyunk elégedve azzal, amiket kaptunk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy arra kaptunk pályázati forrást, amire igazából igénye volt a falunak fejlesztések tekintetében. Ugye többször mondtuk már, hogy mi pici település vagyunk, így a saját bevételeink elég korlátozottak. Ez azt is jelenti, hogy saját forrásból viszonylag kevés fejlesztést tudnánk megvalósítani. Nekünk kiemelkedően fontosak a pályázati lehetőségek, és mondom, ezen belül a Magyar Falu Program nyújtja talán most a legtöbbet számunkra. A Magyar Falu Program, a településfejlesztési operatív program keretében is nagy lépéseket tettek az idejében. Ugye az átadók elmaradtak a járványhelyzet miatt, de láthattuk, hogy egy nagy értékű traktort sikerült ott is beszerezni különböző adatterekkel, amivel meg tudják a helyi problémákat oldani. Sőt, hogyha például télen nagy havazás van, akkor az országos közútnak is be tudnak a katasztrófavédelem oldalán segíteni a hóeltakarításban. De ugyanúgy egy 600 méter hosszú utca vízelvezetéssel, járdával együtt megújulásra került. És hát az iskolai épületének, amint említettem, az energetikai felújítása az, ami szintén az idei évnek az eredményei között felsorolható. Havat is tud tolni. Márta esetleg egy... Tardos számára a Magyar Falu Program az elég jól jött, ugyanis pont egy traktort kerestünk, és hát saját pénzben nem tudtuk volna megvenni, úgyhogy ezt a hátunk mögött látható traktort, munkagépet tudtuk bevásárolni, és ez egész évben szolgálatot teljesít, havattól, fuvarozék, földettől, tehát ez nagyon jó nekünk. Azon kívül a plébánia épületünk is eléggé rozzant állapotban volt, és az egyházközösségnek sikerült a Magyar Falu Programon keresztül a külső hőszigetelést, felújítást megnyernie, úgyhogy ha falu közepére téved egy vendég, akkor már nem azt fogja mondani, hogy néz ez ki, hanem ez az épület is emeli a színvonalat. A Béke utcát, a Kossuth utcát le tudtuk aszfaltozni, valamint a Béke utcában meg tudtuk oldani a vízelvezetést, ezáltal egy másfél méterre szélesebb is lett az utca. Tudni kell, hogy ez a falunak a gyorsforgalmi útja, tehát a legnagyobb forgalom itt bonyolódik, most már zökkenőmentesen. És ha már ugye beszélhetünk erről, akkor az itt látható iskolát is be tudtuk hőszigetelni. A hőszigetelés miatt a gazdálkodás, az energiatakarékosság az jelentősen nőtt, és hát a komfortérzet is sokkal jobb. Úgyhogy a vírust leszámítva, aminek nem örültünk, nekünk az elmúlt év, ez az év elég anyagilag eléggé jól sikerült.
Magyar Falu program keretében egy tavaszi időszakot szeretnék idézni. Ott a hivatalra kaptunk 8 millió forintot. Ebben az összegben kicseréltük a kazánt, a fűtéskorszerűsítést, a nyilázárókat, és kicsit saját erőből hozzátéve még a teljes körű mázolás és padozat felújítás valósult meg. Pontosan 587 négyzetméter járdaszakasz valósult meg a főúton, részint vialkolor borítással, részint pedig aszfaltos burkolatot kapott a járda, mindenki nagy örömére. Azt mondhatni, hogy ilyen megvalósulás szerintem 100 évenként van egy falu életében, de ez komolyan is így van, mert az iskolánk is 100 évvel ezelőtt közös összefogással épült 1910-ben, és kicsit megtoldva 100 évet épül az új óvodánk, amely egy 740 négyzetméteres bölcsőde óvoda. A régi épület átellenben a játszótér szomszédságában ez 300 millió forint bruttó összegből valósul meg, és hát ahogy látható, az alapozás megtörtént az elmúlt napokban. Ha az óvodát eleve veszem, akkor 300 millió forintos beruházás az tényleg mondom, hogy nagyon-nagyon ritka, és nem hétköznapi, nem mindennapi esemény, és a több kisebb megvalósulás, meg amit még saját erőből tudtunk, itt-ott vészhelyzet elhárítás, megsüllyedt egy járdaszakasz például a Petőfi utcában, a Liget tér utcában, amit muszáj volt megjavítanunk, hát valahogy majd kispóroljuk. Olyan sok nincs, amit ne tudnánk elkölteni, és olyan kevés nincs, amit ne tudnánk beosztani. Ez a Schwab mentalitás jellemzi ezt a törekvést. Láthatunk egy járdaszakaszt, ami mintegy 15 millió forint értékben újul meg, amiből 12,5 millió forintot nyert az önkormányzat a belügyminisztérium pályázatán. A polgármesteri hivatalnak történt meg egy energetikai felújítás, és valóban ez a legnagyobb beruházás ezekben az években egy 300 millió forint költségű topos pályázaton nyert összegből a település új óvodát kap. Nagyon remélem, hogy 22 elején majd itt lehetünk az átadón. Látható, hogy impozáns méretű lesz, és hál' Istennek sok a gyerek a településeken, ami hozza magával a gondokat, de ezekkel is meg tudunk birkózni, mindenhol bővítünk, újítunk, új óvodákat, bölcsödéket, iskolákat építünk. Én azt látom, hogy agilisek a polgármesterek, annak ellenére, hogy járványhelyzet van, hál' Istennek fejlődnek a települések, és hát ez is egy több éves előkészítő munkának az eredménye, hogy ez az óvodaépítés elindulhatott, és amikor már itt tartunk, akkor már mondhatjuk, hogy látjuk a végét is, mert a pénzügyi fedezet is megvan, a közbeszerzés is lezajlott, és hát maga a munka is elindult.